Elsőként a Füzesabonyi Védőnői Szolgálat védőnőjét, Tudásni Csillik Anikót kérdeztük. Egy védőnő mit is várhatna 2020-tól? Bőséges gyermekáldást. Bízunk abban, hogy minél több egészséges és boldog gyermek fog születni, és nőni fog a gyermekvállalási kedv. A 2020-as év ideális lenne minden szempontból, hiszen a családtámogatási rendszerek nagyon kibővültek, és Füzesabony városa is nagyon sokat tesz azért, hogy a gyerekeknek, illetve a családoknak növelje a kedvét, hiszen ugye láthatjuk, hogy felújították a falusi bölcsödét, illetve szó van arról, hogy a telepi bölcsödét bővíteni fogják. Egyébként 2019-ben 56 gyermek született városunkban, úgyhogy mi nagyon drukkolunk annak, hogy ezt a számot meg fogjuk ugorni, és ennél jóval több lesz a 2020-as év, úgyhogy szurkolunk ennek. Egyébként szívesen várjuk azokat a párokat is, akik csak tervezik még a babát, hiszen tudunk adni, tanácsadást tudunk nekik tartani, azt annak érdekében, hogy ideálisan készülhessenek fel a gyermekvállalásra. 2020-ban is számos programmal készül a védőnői szolgálat. Rendszeresen tartunk klubfoglalkozásokat, ezek mindig nyitottak, meghirdetjük, és akkor ami rendszeresen megy a szülésre felkészítést, ide párokat várunk, akik a várandóságban már benne vannak, de szívesen várjuk azokat is, akik tervezik, hiszen ez nem csak egy információ átadás, hanem egy pszichés felkészülés is. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk erre, hogy lelkileg is felkészítsük a családokat arra, hogy egy új jövevény érkezik a családba. Márciusban mindig tartunk a nőknek is egy prevenciós napot, egy prevenciós előadást, ahol az emlőszűrést tanítjuk meg a hölgyeknek, illetve a rákszűrés jelentőségét hangsúlyozzuk. Szoktunk a HPV-ről is beszélni, hiszen már ajánlott védőoltásként szerepel az iskolában, és itt kiszoktunk arra is térni, hogyha a környezetükben ilyenkorú gyermek van, akkor bíztassák a szülőket, illetve az ismerősöket arra, hogy vállalják be és adassák be a gyermeküknek a HPV védőoltást. A kisgyermekes anyukák számára terveznek még előadásokat a közeljövőben. 2020 fontos év az alapfokú művészeti iskola életében is. Várakozással és tervekkel készülnek az esztendőre, mondta az intézmény egységvezető. Ennek kapcsán már a tavalyi évben is 3 nagy sikerű koncert zajlott le. Ezt onnan mondom ilyen bizonyossággal, mert nagyon nagy látogatottsága volt, tehát azok az emberek, akik eljöttek, most is eljöttek, és azon kívül olyan civil lakosságot sikerült megmozdítani a koncertek a kultúra világában, akiket még eddig nem láttunk a koncertjeinken, úgyhogy ez nagyon örömteli és üdítő jelenség a számunkra. Mind a 3 koncertről való visszajelzés igen pozitív volt, mind szóban, mind írásban. Ez a koncertsorozat tehát a 2020-as évben is folytatódni fog, 4 újabb koncerttel. A hangversenysorozat alaptézise az, hogy olyan stílusvilágot hozzunk el Füzesabony lakosságának, amivel nem, vagy ritkán, vagy már régen találkozott. Így a legközelebbi koncert január 22-én a Kultúra Napi ünnepsége után fog zajlani. Ez egy jazz koncert, aminek az az érdekessége, hogy nem csak auditív élményben, hanem mivel ez egy lézeres, digitális fényfestéssel is fog járni, így aztán vizuális élményben is fogunk részesülni. Februárban latin-amerikai népek zenéjét hozza el egy duó, formáció, gitárhegedű, aztán lesz klasszikus zongora muzsika, és nyilván áprilisban egy ünnepélyes jubileumi gála hangverseny. Tehát a 2020-as év már koncert szintjén is egészen új, teljesen új felvonulással jön, mint a 2019-hez képest. Ezen kívül azt kell mondjam, hogy nagyon sok jól sikerült, jól megírt pályázatunk van, amik nyertes pályázatok. Ennek a felhasználása, a szakmai programok megvalósítása szintén zajlik, úgyhogy ezekkel kapcsolatos szakmai programok is mind kihívások előttünk állnak a 2020-as évben, beszámolók, elszámolások és a többi. Mindezek mellett a hagyományokhoz híven idén is lesznek évközi programok, növendékhangversenyek. Kardosné Barta Viktória elmondta külön öröm számára, hogy évről évre emelkedik a növendékek létszáma. A korábbi években átlagosan 110-en jártak az iskolába, idén viszont már 145-en iratkoztak be. A legnépszerűbb továbbra is a gitár és a zongora tanszak. A tanulást a tanév elejétől egy új, nagyértékű hangszerállomány segíti. Annak ellenére, hogy
nincs is 3 vagy 4 éve jelentkező gyerekeknek nem tudtunk saját hangszert adni. Most olyan hangszereink vannak, amik vadonatújak és csodálatosak, de még nem tudtuk kiadni, mert várja gazdáját. Úgyhogy ezennel azt is tudom mondani a 2020-as évre, hogy a legnagyobb kihívás, hogy ezeket a hangszereket igenis használják, beiratkozó növendékeink. Paprár Pál plébános 2020-as tervei között szerepel Füzesabonyban folytatni a már megkezdett munkát, mind a közösségépítés, mind az egyházi ingatlan felújítások területén. Tavaly sok mindent elkezdtünk. Külsőleg megújult a templom, ezt szeretnénk folytatni, hogy a toronysüveg is megújulhasson, és a templom tető is fel legyen újítva. Emellett szeretnénk magát a templomkertet is folytatni, és egy-egy park jellegű, szép, elegáns templomkertet kialakítani, ahol, mint ahogy korábbi években is, megemlékezéseket tudunk tartani. Volt augusztus 20-án, vagy október 23-án, vagy egészen most vasárnap, amikor a Doni áttörés áldozatai emlékeztünk, hogy egy méltó helye legyen a templomkert ezeknek a megemlékezéseknek, meg azoknak az emlékműveknek, amik itt a templomkertben el vannak helyezve. Emellett ugye a plébánia kertet is szeretnénk egy kicsit rendezni, hogy az is lehessen továbbra is közösségi tér gyermekek, szülők, családok számára, ahogyan tavaly is volt gyereknapi rendezvényünk, családi napunk, továbbra is egy rendezett környezetben lehessen ezeket az alkalmakat megtartani. Így szeretnénk folytatni a közösségépítő rendezvényeket, akár egy farsangi bárra gondolunk, mely majd február 8-án Egerfarmoson lesz közös egyházközségi farsang, melyre Füzesabony mezőtárkány Egerfarmos egyházközségének tagjait is várjuk, és ezzel is szeretnénk kifejezni, hogy ez a 3 egyházközség összetartozik, és tudjunk közösen, ha kell szórakozni, kikapcsolódni, ha kell közösen pedig készülni az ünnepekre. Tervei között szerepel továbbá az egyházi ingatlanok környezetének rendbetétele és a Szent Vendel kápolna felújítása is. Azt is szeretnénk bekapcsolni kicsit az egyházközség vérkeringésébe, hogy amikor a gyerekek biciklitúrára oda kizarándokolnak, akkor ne egy romhoz, hanem egy élő kis kápolnához zarándokoljanak, vagy akár templom búcsút tartani Szent Vendel tiszteletére. De ez lehet, hogy az idei év nem fogja elhozni, de elindulnánk ez irányba, hogy azt a kápolnát is kicsit felkarolni, megmenteni az enyészettől, mert valóban ez egy értékes kis kápolna is, és ne egy rom legyen a határban, hanem egy ékszer dobozott a 33-as út mellett. Így szeretnénk az iskolát is mind jobban bekapcsolni az egyházközség életébe. Az iskolás diákok legyenek jelen a szentmisén, felolvasással, minisztrál szolgálattal, hogy mindenki lássa, aki akár a tévé képein keresztül szemli, hogy az Abonyi egyházközségben élet van, mozgulódás van, és a város lakossága is, és egy élő közösség, amely fontosnak tartja az összetartozást. Ezen összetartozás jegyében lesz majd jövő héten ökumenikus imahét, amikor is a keresztények egységéért fogunk imádkozni a református templomban, itt a katolikus templomban. Ahogyan Szent Második János Pál pápa is mondta, nem azt keres, ami elválaszt, hanem ami összeköt. És kicsit ezt várom az idei évtől, hogy ezt tudjuk megélni, hogy a város közösségében, a felekezetek közti közösségben is, az egyház közösségében is, hogy összetartozunk, egy nagy közösség része vagyunk, és tudjunk együtt dolgozni, tudjuk szebbé tenni az életterünket, legyen az egyházközség ingatlanjai, legyen az a város utcái, vagy város műemlékei, hogy ez a mi életterünk, és ebben szeretnénk élhetően közösen jelen lenni. Ezt várom az idei évtől. A Füzesabonyi Természetbarát Egyesület elnöke Somogyi Imre azt mondta, ő nem az évtől, hanem az emberektől vár többet, elsősorban mozgásbeli változást. Ebben kívánok segíteni minden korosztálynak, egészségeseknek és rehabilitációra szorulónak egyaránt. Erre az évre mi egy nagyon szép programmal készültünk, nem is akármilyen programmal, és teljesen új dolgokba is belevágunk. 2020 számunkra egy kicsit megrázkodtató év is, 100 éve, hogy szétmarcangolták az országunkat, és mi természetjárók ezt nem felejtjük, és megteszünk mindent azért, akik a jelenlegi határon kívül kerültek, hogy őket segítsük, és elmenjünk és megnézzük az ő körülményeiket, és az ő életvitelükben, amit tudunk, segítünk. Ebben az évben Kárpátalját választottuk, oda szeretnénk menni. A társaságunk szeretné megtapasztalni mindazt, ami Kárpátalján
élők életét megkeseríti, illetve szeretnénk egy a látogatásunkkal az ő életükbe egy kis virágosabb kertet is vinni. Szeretnénk megnézni a Vereckei hágót, el szeretnénk menni a Tatárhágót, tehát ezek mind-mind olyan történelmi pontok, amit egy lelkes magyar embernek ismernie kell. Természetesen nem maradhat ki Munkács vagy Husztvára sem. Egy másik nagy projektünk, ami egy újdonságot hoz Füzesabony életében is, hogy augusztus 1-től 15-ig egy kéthetes nemzetközi tábort szervezünk, önkéntes tábort. Ez azt jelenti, hogy a 58 országból pályázhatnak arra, hogy eljöjjenek hozzánk, és itt megismerjék a Bükk szépségeit. Mellette a Bükk útjait fogjuk javítani, turista útjait fogjuk fejleszteni, és ehhez várunk majd olyan füzesabonyi fiatalokat, akik élőben szeretnék majd a nyelvüket, a nyelvismeretüket gyakorolni, és részt szeretnének venni ebben a projektben. Természetesen hetente, két hetente az eddig megszokott módon továbbra is megtartjuk a túrájainkat az éves programunk alapján. Megkérdeztük Petőveri Józsefet is, az FSC ügyvezető elnökét arról, hogy mit vár az évtől. 2019-es év is nagyon nehéz volt, de én úgy gondolom, hogy a 2020-as év még nehezebb lesz, de bízom benne, hogy a sportolóink, mint eddig is, oda teszik magukat a mérkőzéseken, és nagyon sok sikeres mérkőzésről tudunk majd beszámolni. 5 szakosztályunk van, az asztali teniszező, kézilabda, labdarúgó, karate és a sakk. Az asztali teniszezőktől egyértelműen a stabil NB3-os szereplést várjuk el a elkövetkezendő időben. Hát a kézilabda szakosztálya a legnagyobb szakosztályunk. Itt a két felnőtt csapattól, tehát a lányoktól és a fiúktól is egyértelműen az első 5 hely valamelyikének a megszerzését tűztük ki, és célút ezt hozni kell. A labdarúgóknál, mivel jelentős fiatalitás következett be a csapatnak, és most jelen pillanatban a kieső helyen állnak, de aki látta a mérkőzéseiket, láthatta, hogy tehetséges fiatalokról van szó, a rutin még egy kicsit hiányzik, és a szerencse, arról nem beszél, vagy mindig idegen pályán kellett pályára lépniük nekünk, mert a pályánk felújítása alatt áll, őtőlök egyértelműen a bentmaradást tűztük ki, itt célul a karatésak, ők továbbra is úgy gondolom azokat a kiváló eredményeket, amit 2019-ben hoztak, fogják hozni a sokkozóknak, meg folyamatosan egyetlen egy cél van, a megyei bajnokság megnyerése. Az FSC több mint 500 sportolóval működik jelenleg, amiből több mint 300 az utánpótláskorú játékos.